Menelaosz és testvére Agamemnon vezetik a görög sereget Trójába. A hajók elakadnak Aulisban, mivel nem kapnak jó szelet, ezért nem tudnak Trójába eljutni. Agamemnon azt az isteni utasítást kapja Artemisztől, Aulis istennőjétől, hogy áldozza föl Ifigéniát, legidősebb lányát, ezért cserébe jó szelet kapnak és győzni fognak. A Vörösmarty Színházban ezzel a tragikus történettel ismerkedhetnek meg a nézők a szombaton bemutatásra kerülő színdarabban. Bagó Bertalan rendező szerint a történet annak ellenére, hogy több ezer éve íródott, mégis nagyon aktuális. Nem kell messzire menni, most is folyik háború nem messze a határunkon túl, és ez elég szomorú, tehát többek között ez is aktuális. A másik pedig az, hogy milyen áldozatokkal jár az, hogyha az ember belefog egy háborúba. Ebben van egy szimbolikus rendszer, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon fontos, hogy most kik akarják ezt. Most rákenik az istenekre, de hát annyi mindent rákentünk az istenekre, holott az emberek találták ki az egészet. Tehát mindig mondják, az istenek akarata, és ez nagyon könnyű, nagyon egyszerű. Holott ezek az emberek akarata, és az emberek követik el a bűnöket, amit hárítanak magukról, mondjuk az istenekre. A darabban a nemrég szerződtetett Decsi Editet is láthatja a publikum. A színésznek nem volt egyszerű feladata, hiszen az ógörög irodalom egyik legmegosztóbb alakját kellett magára öltenie, Klütaimnestra személyében, aki amellett, hogy később férje gyilkosa lett, az egyik legnehezebb szülői sors is az övé. Az a része, hogy a lányát védi, az a legerősebb számomra, vagy ezzel tudok a leginkább menni, mert nyilván nekem is van anyukám, meg van nagyon erős családi kötelékem, és akkor ebbe kapaszkodva próbálok meg együtt menni a szereppel. Ezzel pedig együtt jár az, hogy akkor bármi áron, és akkor igen, vesz egy nagy levegőt, és már nagyon sokat tűrt, és a sarkára áll, és megmondja a férjének, megmondja az egész világnak, hogy a véleményét, hogy ő megvédje a lányát. Az Ifigénia Aulisban szombaton mutatják be a Vörösmarty Színház Kozák András stúdiójában, 19 órakor.